Hétvégén, egészen pontosan vasárnap este 18 óra 50 perckor kezdődik a magyar bajnoki rajta Vidi számára. Azonban a csapatnak előtte még a nemzetközi porondon van jelenése, ugyanis az azeri bajnokság negyedik helyezettjével, a Számkáittal találkoznak csütörtök este a Konferencia Liga selejtezőjében. A Vidi számára jól sikerült a felkészülési szezon, 5 mérkőzésen 4 győzelem és 1 döntetlen a mérleg, tehát pozitív energiákkal feltöltve várhatják első tétmérkőzésüket. Ez egy nagyon hosszú és nagyon nehéz sorozat lesz most, ami előttünk áll, hiszen nem egészen 10 nap alatt fogunk 4 mérkőzést játszani. Az első ugye Azerbajdzsánban lesz, ez egy eleve hosszú utazás, nagyon-nagyon meleg és magas páratartalom vár ránk. Igazából megpróbáljuk jól feltérképezni az ellenfelünket, de hát ott is ugye egy teljesen átalakuláson ment keresztül az a csapat, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk, mindenféleképpen szeretnénk jó eredményt hazatérni. Pető Tamás hozzátette, hogy már csak azért is nehéz dolga lesz a csapatnak, mert az azeri futball egyik sajátja a kemény fizikai párharc, de a Vidi játékosai mindent meg fognak tenni a győzelemért. Tóth Balázs a kapuban bizonyíthatja, hogy megérte őt végleg leigazolni Fehérvárra. A kapus szerint a legfontosabb az, hogy a mérkőzés elejétől kezdve stabilan védekezzen a csapat. Reménykedünk benne, hogy minimum egy döntetlen, de nyerni szeretnénk egyébként, és itthon azt már tudjuk kozmetikázni bárhogyan. Az a lényeg, hogy kint stabilak legyünk, és hát megmutassuk azt, hogy mire is készültünk az edzőtáborba és a felkészülési időszak alatt. A Számkáit Fehérvár FC mérkőzés csütörtök este 18 órakor kezdődik, a visszavágó pedig jövő szerdán 19 órakor lesz a Sóstói stadionban.